Újabb képzőművészeti tárlat nyílt a Kéki Lajos Városi Művelődési Központban. Ezúttal Andirkú Lajos festőművész alkotásait tekinthetik meg a művészetek iránt érdeklődők. A kiállítást Erdei Sándor újságíró nyitotta meg. Andirkú Lajos 1980-ban született Debrecenben, gyermekkora óta rajong a művészetekért. Korán megmutatkozott tehetsége, már igen fiatalon alkotni kezdett. Műveit elsősorban az ősi hitvilág, a mitológia, a törzsi művészet és a zene hatja át. Azokból táplálkozik és építkezik. Festményei több rétegű, összetett műalkotások. Képi világuk első látásra esetleg groteszk, meghökkentő lehet, torztükröt tartanak elénk. Mindez tudatos és szándékos. A festmények valójában spirituális, gyógyító útmutatásként szolgálnak önmagunkhoz. Munkája során olajat, akvarelt, tust, grafitot használ. Vászonra, fára, papírra, kartonra fest. Alkotói technikája sok hagyományos módszer keveréke, amely gazdagon rétegelt, texturális képeket eredményez. Andirkú Lajos 2006-tól kezdve rendszeres időközönként különböző kiállításokon tárja a nagyközönség elé az alkotásait.